Ez a Háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Azt írja egy olvasónk, hallgatónk, hogy jó lenne már egy olyan háromharmad, ahol nincsen magyar Péter, neki üzenjük szeretettel, hogy ez most nem az lesz, ez most nem egy magyar Péter mentes háromharmad, hogy a megboldogult Tórján Józsefet parafrazeáljam a háromharmad 2024. márciusában, olyan, mint a, a vőlegény kisgazdapárta könyv nélkül, ez egy vicc volt, nyugodtan nevethettek. Szóval a mai... Értettem. Volt egy régi tornyános mondat. De, 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 akkor nem tudom, hogy mi volt az. Hát most ne, nem lőttem el a végét, mert az itt... Az a... Ja, 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 most már össze, ja, 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 most összeraktam, bocsánat. Na, de reméljük, hogy hallgatóink frissebbek, mint a főszerkesztők. Na szóval a mai hár, magyar Péterezős háromharmadban Bita Dániel, Pető Péter, valamint Nagy József. Vita indító kérdésem eképpen szól mi fontos és mi nem fontos mind, a, mind abból, ami a héten történt Magyar Péter ügyben. Mi az, amit a szappanopera kategóriába sorolunk, és mi az, amit a kortás, és mi az, amit kortás történelemként könyvelünk el. E, és akkor annyit még itt úgy nézek, mint egy út is, beszéltük is az adás előtt, csak a ma reggeli hírekből lehetne egy ilyen terített, nem tudom micsodát kipakolni az asztalra. Varga Judit, rengeteget sírtam, hiába tettem meg mindent. Magyar Péter, amit a volt feleségemmel művelnek, a szul meg minden határon. Pesti László, nem zárható ki, hogy zsarolják Varga Juditot. Török Gábor, a Varga interjú Mónika Só. Bajer Zsolt, a Fideszben nagyjából tíz éve tudták, hogy magyar hogy bánt feleségével. És egy két nappal ezelőtt meg Varga Judit Döbbenet, Magyar Péter tényleg megtette, ezzel zsarol több mint egy éve. Ugye a szerkesztőségben szoktuk mondani ezt, hogy az a döbbenet szót ne rakjuk bele semmiféle címben, mert az önmagában ciki. Hát ide... ez egy idézet. É, de ez egy idézet, igen, igen. Tehát, hogy már a, a, a szerkesztőségi brandbooknak a, a, a clickbait kezeléssel kapcsolatos megjegyzéseit is fölülírja ez a, a a, a, a hardcore, hardcore politikának a valóságai. Akkor még épít idézhetném a Dékovács Ildikó kolléganőnek a cikkét, a Politikai Hiszti Erős Város Gondoskodó Kormány való időt korábbi nyilatkozatai a házasságáról, a kapcsolatérőszakról és a családvédelemről című cikkét. Szóval, hogy akkor az a kérdésem, hogy mi az, amit utalunk a, a, a szappanoperák kategóriájába, és mi az, amit kortárs történelmként fogunk fel ebből a néhány napi történésből. Szerintem kortárs történelem az is, hogy magánéleti fókusza lett egy ilyen ügynek, abban azért, hogy a mai kortárs nyilvánosságról sokat elbeszél, de ez egy politikai műsor alapvetően, úgyhogy azt hiszem, a török Gábor is így fogalmazott a parcának adott interjújában, hogy a politikai vonatkozásaival érdemes foglalkozni, a magánéletiekkel nem annyira. És egy olyan műsor, bocsánat, amit csütörtökön veszünk föl, hiszen előttünk a Húsvét, és ki is tesszük a mai napon, ugye? Azt? Igen. Tehát akkor az, ezzel magyarázzuk azt, hogy nem, a, nem, a, nem a szokásos pénteki Igen. tempóban vagyunk. Az is nagyon érdekes, hogy itt ez most egy hitvitává válik majd, ki, kinek hisz, ami, tehát, hogy mondjam, a, abban az igazságtétet azt rábízzuk azokra, akik ilyen hit alapon szeretnék eldönteni, vagy az egyik szereplő, vagy a másik szereplő állításainak teljes bizonyosságot adni ebben a kérdésben, és a magányatjuk részleteiről van szó. Az, a, ami a közveti vonatkozása, az engem összességében az meglep, hogy hogy az ilyen nyilvánosságot kap az, hogy egy, ugye a vád a narcisztikus személyiség zavar a magánéletben, mint, mint létező. Plusz bántalmazás. Ez... Igen, bocsánat, igen, az a, az a súlyosabb vád, igen. A történetek többsége ugye a, a, narcizmusnak valamilyen formájához kapcsolódott. Egyébként, a, ahogy néztem, most reggel ránéztem a, a kormánypárti lapokra, nagyon eltérő mondatok voltak kiemelve, ami a, úgy látom, hogy a leginkább, hogy a késsel járta késsel járkált a házban, azt hiszem ez a Magyar Nemzet címlapja, most fejből mondom, úgyhogy elnézést, ha egy picit pontatlan vagyok, de, de tartalmilag ez a címlapja. Tehát nagyjából ez a keret, amit politikai értelemben adnak ennek az interjúnak ez egyébként, és itt jön ez a kérdés, ugye most úgy próbáljuk bekeretezni, hogy mindenki a bántalmazók oldalán áll, aki nem hiszi el Varga Juditnak, vagy nem mond azonnal erre azt, hogy menjen a közéletből Magyar Péter. Hát nem tudom, ha és hogy ez miért van. Ha visszaemlékeznek Juhász Péter, hogy Hatházi Ákosról elmesélt propaganda történetre, annak voltak ilyen elemei emlékeim szerint a összességében, de a már Péternél is elővették, ugye csak ott azt mondom, gyerekekkel kapcsolatos nevelési módszerekkel. Tehát valójában ugye azt a bizalmatlanságot, ami a most bemutatott áldozattal kapcsolatos, azt a NER előállításában. A NERP propaganda sokat segített ennek előállításában, de mondom, én el is venném ezt, mert engem nem, hogy igazság igazságtétel az nem ennek a feladata. Ami engem egy picit most tegnap, ahogy néztem ezt az interjút, nagyon érdekelni kezdett, ugye a Fidesz a komplett történetét... Mármint a Varga interjú. Igen, igen, bocsánat. A Fidesz most a nagy történetét föltette, és elképesztő támogatással biztosítja Donald Trumpot. Már most, ha narcisztikus személyiség zavar, az, a legalapvetőbb, vagy a leg, legkarcsúbb vád, ami vele szemben meg szokott fogalmazódni a magánéleti, illetve a nőkkel kapcsolatos viszonyaiban. Tehát ebben az értelemben ez, ez most... Hogyan nem... kell beszélni nőkkel, Igen, okay, hogy megfogni őket. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, akkor a Fidesz még ma vagy holnap bejelenti, hogy mégsem Trump, és nem tudom, támogat más jelölteket a republikáns jelöltségért, vagy a Biden oldalára áll. Tehát ebben az értelemben az, hogy beemeltek egy ilyen, ilyen személyiségtípust, mint politikai tétet ebbe a, ebbe a ebbe az egész történetbe, az egy nyilván egy nagyon érdekes sét teszi az egész politikához való viszony most, mert hát azért a hatalom csúcsán sok mindent lehet találni, de, de nem vagyok benne biztos, hogy a racionális empaták, akik a legnagyobb többségben vannak a hatalom bizonyos szeretein túl. De mondom, ez most igazából a... Racionális empata Ez az mert azt hiszem, ez Farga is valami hasonló kifejezéseket használta, arra próbáltam utalni. De mondom, ezt a részét, ezt nem is annyira, mert ezt a... Ezt majd levívják azok, akik ebben a legigazabb történetet majd megkeresik, vagy, vagy az igazságot megkeresik. De ez a, nem lesz meg a politikai. Soka. De az, de mindegy, de én meg nem szeretnék részt venni ennek a, ennek a kitalálásában. A politikai tétje az egésznek az volt, hogy, hogy Varga Judit ebben megszólalt, és majd két órán keresztül beszélt ilyen körülmények között. Jól láthatóan kontrollált interjúban, bár Hajdú Péter igyekezett mindannyiszor elmondani, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy a Rogán művek produkcióját látják. Hát nem tudom, mely kérdései voltak azok, amelyek igyekeztek kibillenteni ebből a sávból ezt a beszélgetést. Én nem, nem pontosan találtam meg ezeket, mert ugye a magánéleti szálon kívül egyetlen közéleti szál sem vetődött fel ebben, a, ebben az interjúban. Márpedig azért Varga Judit mondom még egyszer, minden áldozat és bántalmazottság az, az, ebből a szempontból, ha így van, akkor az nyilván vállalhatatlan, de egy miniszter, aki, és ez egy politikai kérdés, és a politikai kérdésekről egyetlen szó sem esett. Kérdésedre válaszolva, szerintem a magyar Péter jelenség egészen egy kicsit szappanopera-szerű, és ő maga is úgy építi ezt föl, mint egy szappanoperát, hiszen kites egy videót hétfőn arról, hogy kedden ki fog tenni egy hangfelvételt és az egész logika, az egész építkezés picit a, szappanoperákra, a, a cliffhangerekre és ilyesmikre épül, de nyilván a szónak a tartalmi élt, értelmében pedig Varga Judit csinált ebből szappanoperát tegnap asszisztenciával. Én is azt gondolom, hogy sok szempontból ez az interjú, ez a ö, tudom, ilyen magyar kortárs nyilvánosság egyik mélypontja volt, a, és, az, és a, a egy szerepet betöltő Hajdú Péter miatt, tehát a, egyetértek abban, hogy kicsit Mónika sószerű volt, de hát Mónika ehhez képest az, az Larry King, amit itt láttunk. Tehát hogy hogy függetlenül attól, hogy mit hiszünk el és mit nem egyébként a Varga Judit által elmondottakból, és én is egyetértek a Péterrel azzal, hogy ezt nem nagyon fogjuk tudni mi megvitatni, nyilván egyáltalán nem volt egy átérhetetlen vagy elképzelhetetlen szöveg, amit az ember hall, tud erről a személyiségzavarról, annak jellegzetes elemeit leírta, Varga Judit, hogy ez mennyire volt élményszerű, és mennyire a, abból a könyvből való, amit elmondott, stb. ezeket mi nem fogjuk tudni megítélni. De azért az tény, hogy miközben Magyar Péter rengeteg dolgot mondott, a, nem is a másfél hónappal az előtti feltűnése óta a házasságáról ehhez megközelítő részleteket sem, sőt, ső, szinte semmiet és ehhez képest azt látva, hogy ugye ezek a vádak, ezek a felvételek, bármint a Hajdú Péternél rögzített tegnapi felvétel, aznap meg azt követően kerül elő, hogy ő csak kitett egy olyan hangfelvételt, ahol a magyar kormány hivatalban lévő igazságügyminisztere arról beszél, hogy belenyúltak egy büntetőügy nyomozati irataiba, hogy aztán azok ne kerüljenek bele a vádiratba, és erre, nem, erre, kérdés sincs, sőt, ezt ő magától sem cáfolja meg. Ő maga sem állítja azt, hogy ilyet nem mondott, hogy ezt valamiféle kényszer alatt mondta volna. Hát kvázi kényszer alatt ugye. Nem, most szóval semmi kényszerről nem beszél. Arról beszél, hogy késő este volt, és fáradt volt, semmi, semmilyen módon nem utal arra, hogy... De hogy túl akart lenni rajta, így van, hogy nem mondott ilyesmiket, hogy... Hát, hogy a, hogy azt mondott, hogy Hát, hogy ugye abban az, az emberi helyzetben ugye ezt a mintázatot mondta, hogy a bántalmazó mintázatban az, hogy nem akarod tovább a szenvedéseidet fokozni, És éppen ezért egy ponton inkább beleegyezel abba, amit hallani akar. Ennek akart, a párhuzama hogy... volt, ugye nyilván, hogyha könyvet írnánk, sem tudnánk ö, hatásosabban megrajzolni ezt a képet, ugye, amikor fekszik a, a szegény asszony, aki hamarabb ért haza az ő mint a férje az ő és akkor megérkezik a, a dúvad, az asszony behúzódik a, a franciáidnak a sarkába, hátat fordít, és akkor egyszer csak repülnek felé a könyvek, meg a cipők, vagy nem tudom micsoda. És az ő öf, csat, meg ugye azon rívánkodik az az, hogy nehogy eltalálja a gerincét, mert akkor úgyis nem élesz ebbe. Ez ennek, a, ennek a mintája az előző. Igen, is. és ugye erről sem beszélt az interjúban, ellenben megtudtuk azt, hogy lehet, hogy lesznek olyan felvételei Magyar Péternek, amin ő pofozza ő meg Magyar Pétert, amin ő ordibál a gyerekekkel. Tehát azért mondom, hogy... hogy Szóval ha belegondoltok az elején, Magyar Péterrel szemben ugye az volt a vád, hogy egy futbalista feleség, aki festi magát, sminkeli magát, ilyesmi. És mindaddig, amíg ezek a videók, vagy ezek a hangfelvételek nem kerültek elő, addig ez a szál nem került elő. Ez nem jelenti azt ettől, hogy nem igaz, akár elemeiben, akár a nagy kép egészét tekintve, ami elhangzott, de hogy az időzítés és a helyszínválasztás, azt szerintem elég világos, hogy a propagandában úgy döntöttek, hogy ezt ebbe az irányba kell elvinni, tehát Magyar Pétert olyannak kell bemutatni, amilyennek a, Péter is elmondta meg, amilyennek a Varga Judit leírta. Amellett mondom, hogy ezek nem egymást kizáró állítások. Igen. Tehát lehet Magyar Péter egy bunkó, lehet egy borzalmas férj, zárójel, lehet ez egy rétmes házasság, lehet Varga Judit egy rettenetes feleség, de elromolhat ez a házasság mindkét fél hibájából, az egyik fél hibájából, stb. De ezeknek nincs kapcsolódása mindahhoz, amit Magyar Péter nyilvánosságra hozott. Ha igaz, amit Vargödi elmondott, akkor természetesen érthető az, hogy őt fölzaklatja az, amikor az ő általa bántalmazásként megélt, meg abúzusként megélt házasságot valaki olaszosnak, meg temperamentumosnak írja le, stb. De Magyar Péter a nyilvánosságban ennek a házasságnak a részleteiről lényegében semmit nem mondott. Ő arról beszélt, nem volt egy hát finoman szóval sem sportszerű, meg lojális dolog nyilván fölvenni a kettőjük beszélgetését, de azon a beszélgetésen Varga Judit saját magára nézve terhelő dolgokat nem mond. Azt állítja, hogy Rogán Antalék húzták ki magukat a vádiratból, nem azt, hogy ő, akinek egyébként Völner Pála helyettese volt. Tehát olyan nagyon elrugaszkodó dolog az sem lenne, hogy esetleg Varga Juditnak is van valami köze a sadul nem tudunk róla, hogy lenne, de nem is ez a vád nem ilyen típusú vádak vannak benne. Persze, politikai vádak vannak, a Fidesz rendszer vezetőivel kapcsolatos vádak fogalmazódnak meg, de nem Varga Judittal kapcsolatosak. Erre láthatóan az lesz a válasz, hogy ez az ember egy pszichopata. Szokásos válasz. Igen, annyi, hogy... Igen, még az előbb akartam, hogy nekem még volt egy olyan érzetem, vagy van, nem tudom, hogy elvitték erre, és ugye a magáneti fókusz van az egészen, ami nekem rettenetesen távol áll egyébként az ízlésem tört. Tehát én nagyon, nagyon nem, nem tudok mit kezdeni ezzel a típusú moralizálással, ami, 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 ami zajlik, mert tehát a közélet és a politikához való viszonyokban egyszerűen nem tudom értemezni ezt, tehát hogy, hogy jelenleg súlyosabb közéleti botrány sokak szemében a, most vegyük el a konkrét példától, mert a bántalmazás. Tehát az a baj, hogy nehéz úgy beszélni, hogy egységesen, mert hiszen vannak olyan típusú, idők, ha bántalmazás van, az minden ér, értelemben válhatatlan, is és, és mindegy, hogy ki a szereplő. Tehát, hogy de azért akarom elvenni a példától, hanem általánosan beszélni, mert nem, nem az egyik vagy a másik fél mentegetését szeretném végrehajtani, hanem elmondani azt, hogy a politikában egyszerűen számomra fölfoghatatlan, hogy a közügyekkel való normák megszegése, az kisebb súlyalesik esik latba ezekben a közéleti beszédekben nagyon hosszú ideje, mint magánélettel kapcsolatos, vegyünk egy egyszerű, megcsalta a feleségét, mondjuk az bizonyos politikai beszédekben egyszerűen súlyosabb morális kihágásnak számít, mint lopni. Clinton. Bocsánat. Clinton. Volna Gábor, ugye? Volna Gábor. Ez volt egyik vád, amikor éppen a. Igen, de clinton azért még volt tárgyi bizonyíték is, hogy úgy mondjam, vonánál még az sem volt. Teljesen abszurdnak tartom, és bejött. Hogy egy országban. Voltak föltört üzenetek, tehát valamelyest voltak Hogy egy politikai közösségben azért választanak-e politikust, mert azt feltételezik, hogy Gandhi vagy, vagy, vagy nem tudom, kik azok a az egység, Teréz nem tudom, kik azok az egységes erkölcsi integritás megítélés személyek, akik alkalmasak erre, hogy, hogy az ő erkölcsükkel kell vezetni, hogy azért választanak a közügyekkel, mert azt feltételezik, hogy a közügyekkel kapcsolatos tevékenységükben semmilyen visszaélést nem követnek el, és mindig a közjót és a nemzet közösségének érdekeit szolgálják. Ezek nem feltétlenül lesznek egybe. Ezt nem, a választók azt nem akarják elfogadni sok esetben, hogy van olyan, hogy valaki jobbá teszi egy ország, egy nemzet sorsát, és mellette gyarló, mint egyébként mindannyiunk, csinál baromságokat, nem tudom, olyanokat, amiket egyébként szégyel egy évvel később, két nappal később, nyolc órával később a magánéletében. Három perccel később. Három föl. perccel később, de hogy ezeknek a súlya egyszerűen olyan mértékben tolódott el szerintem, szándékosan, hiszen ez a moralizálás az, amivel a, azt a bulvárkeretet meg lehet teremteni, ami ugye a legnagyobb közönséget képes mozgósítani. Hatékonyságon mondaná Petr Péter. Igen, abszolút, tehát, hogy van mögött egy politikai racionális ebben azt hiszem, hogy miért tolják bele ezeket a helyzeteket a, a politikai elvonalába, de közben a, annyira, tehát, hogy tehát ugyanezekben a pártokban végig lehetett ülni, úgy frakciókban, hogy valakiket költségvetési csalással vádolnak. Vagy tegnap elhangzik ebben az interjúban, hogy most visszatérek konkrétan, hogy hát az erkölcsi alapot a rogánozáshoz nehéz megterem. Hát ha ebbe az országban egy dolognak van mindig erkölcsi alapja, az a rogánozás. Tehát, hogy lényegében nehéz elképzelni olyan szabadlából lévő embert Magyarországon, akinek ne lenne valamilyen erkölcsi alapja ahhoz, hogy rogánozzon, hiszen ebben az országban a saját ügyeivel, meg a sorsával történik az, amit rogánizmusként ismerünk a széles nyilvánosságban. Tehát ez az rész számomra egészen érthetetlen és nehezen feldolgozható, de ez mindegy, mert ez egy nyilvánosság és politika probléma, és nem kortárs magyar, hanem, hanem kortárs világjelenség, és nem is az első, és nem is az utolsó eset. Nekem van még egy olyan érzetem egyébként, hogy egy kis hidegháborús logika is van még az egész eset mögött, és talán ezért is csúszik egyre inkább a magán élet felé, mégpedig az, hogy vannak olyan e -e, információk, SMS-ek mindkét oldalon, amelyeknek a távoltartása még egyelőre része a történetnek. Tehát, hogy, hogy, mert hogy egybe biztosak lehetünk, az, sőt, Varga itt maga utalt rá, hogy lehetnek még ilyenek, ugye a Dani által elmondott példában, Miközben nyilvánvalóan Magyar Péter életében is lehettek olyan üzenetek, amelyeket föl lehetne használni ellene, föltételezem én, tehát hogy, hogy van még szerintem egy ilyen mögöttes elhallgatás is még, hogy, hogy még keresik azokat az utakat mindkét oldalon, hogy, hogy hogy hol van a, hol és meddig mennek majd elebben. Az együtt, hogy a Magyar Péter sikerének, a Magyar Péter jelenség sikerének meggyőződésem, ezt a Ruf Bálin mondta egyébként először is, teljesen egyetértek vele, az all -in hangulat nagyon fontos tényezője. Tehát az, hogy a választópolgárok nála azt érzik, hogy rajta van a tétlapon minden. És ez az, amit a ellenzéknél a tradicionális vagy szervezet, nem tudom mi lesz a Magyar Péter jelenség utána az általánosan elfogadott leíró jellemzése ennek a körnek, tehát hogy itt nem érezték a választópolgárok már régen, hogy itt minden rajta van a tétlapon, mert ülnek a parlamentben, mert nem tudom, ugyanazokat a sajtóközleményeket publikálják rutinszerűen, és nem azt érzik, hogy az életük van rajta a tétlapon, és szerintem a Magyar Péter jelenséghez nagyon fontos hozzáadott érték, hogy nála azt érzik szerintem egy nagyon jelentős közeg, hogy ott minden van jelenleg a tétlapon, és ezt a kockázatvállalást várják el az ellenzéktől, amelyet ők hitelesnek ítélnek, szóval szerintem ez egy fontos tényező még a, az egész sztoriban. A két gyors dolog, meg egy kicsit hosszabb, hogy ugye vonát mondtam például, de hát lehetne Jakab Pétert, Jakab kinek így... ugye a Molnár Enikővel való viszonya az hónapokig volt a, a kormány sajtó címlapján. A másik, hogy igen, tehát hogy tudjuk, hogy Orbán Viktor és Léva Janikó házassága egyébként szeretetteljes, meghit, boldog. Tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára házassága megfelelően empatikus -e. Uh, és mi lesz akkor, hogyha egyébként Magyar Péter is holnap ad egy kétórás órás interjút, amiben elmeséli a saját olvasatát arról, hogy milyen volt ez a házasság. Még egyszer mondom, sok mindenben lehet őt vádolni. Azzal, hogy egyelőre hálószoba dolgokról beszélt volna, az nem. Lehet, hogy nincs is rá alapja. Lehet, hogy minden úgy van, ahogy Varga Judit elmondja, de a dolog logikája, a dolog nem tudom, fogaskerekei, ahogy mennek, sorba. Hát egyelőre azt látjuk, borzalmas, ezt elmondtam a héten a Partizánban is, de Varga Judit bejegyzésein egyelőre háromszor annyi röhögés van, mint like, és ugye a like itt a részét, vagy a, vagy a e, együttérzésnek a jele. Tehát, hogyha majd Varga Péter is elkezdi azt... Magyar. Ö, bocsánat, Magyar Péter is elkezdi majd azt, amit Varga Judit, hogy a házasságáról fog beszélni, az vajon milyen következményekkel fog járni, és akkor a picit hosszabb. Hát azért ö, ő, mégiscsak ő volt az, aki kitette azt a a illegálisan felvett... Igen, össze, de ott, Az közéleti volt értem, de az is a hogy is mondjam, az intimitás, család intimitásnak a megsértése de volt esze. a Bár egyébként az egy izgalmas erkölcsi vita, csak arra most nem lesz időnk lefolytatni, hogy ilyen esetben egyébként a köz vagy a magán vonatkozásai fontosabbak annak. Tehát, hogyha az ország elmúlt húsz évének vezető korrupciós ügyével kapcsolatban van egy bizonyítékod, akkor, akkor az egyébként megromlott házasságodban mm tapasztal, vagy annak fenntartása, vagy annak a bizalmi légkörnek, a, látható nem létező bizalmi légkörnek a fenntartása, vagy egyébként a, az ország céljai előbbre való -e? ez nyilván ezt mindenki elhelyezi, ahol gondolja. Kicsit hosszabb meg szerintem, hogy amiről nem beszéltünk, de talán érdemes, hogy azért ez a Varga Judit interjú, és még egyszer mondom, ennek a a frisbee való elhelyezése, ahol ugye nem volt kérdés az ő visszavonulásával kapcsolatban, a kegyelmi ügyel kapcsolatban, hogy egyébként két nappal a visszavonulás előtt ő még nevetgélt konferenciákon, majd egy rövid Facebook postban bejelentette, hogy örökre visszavonul a közélettől, hogy ez kinek a döntése volt, hiszen Magyar Péter azzal többel be közébe, hogy elmondta, hogy ez ugye akkor még látszólag a felesége védelmében ez valóban egy elég erős ellenmondás az ő elmúlt másfél hónapjában, hogy tulajdonképpen őket Novák Katalinnal egy parkolópályára tették hogy uh, a legnépszerű Fidesz politikusok közül négyből kettőt, uh, és hát leginkább azzal kapcsolatban mondom, hogy tényleg semmiféle kérdés nem hangzott el a, 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 annak az ügynek a kapcsán, ami után egy meg két nappal ezeket elmondja, azért ez mind azt vetíti előre, hogy a Fidesz nem érzi magát komfortosan ebben a helyzetben. Részben azért, mert olyan hát, határátlépések történnek, ami nem. Tehát fideszes politikus, olykor szerepeltek a bulvárban, egyébként amíg szereplés volt maga is megtette ezt. Hát ő volt az úttörő ebben az egészben, a kutyájával, a Kossuth téren, Cirikével igen, igen. megemlékszünk igen. ezekre. Igen, ilyen, hát mondjuk azt, hogy kitárulkozást soha nem láttunk fideszes politikustól, és hát azért idézzük fel akkor Orbán Viktor mondatait. Részben azt, hogy ő nem foglalkozik nőügyekkel, részben amikor három vagy négy nappal ezelőtt megkérdezték, hm. akkor azt mondta, hogy ő nem foglalkozik teleregényekkel, szomszédokkal, dallasszal. Hát ennél azért empatább, azon empatikusabb mondatot, <gül> <gül> azért hallottunk már közéleti szereplőtől. És az egészet végig lehet mondani, csak ez egy nagyon hosszú dolog lenne, hogy vajon mit üzen az egész ügy akkor, hogyha minden így történt a Fidesz rendszeréről. Tehát ha Bajer Zsolt tíz éve tudja, igen, igen, azért akkor miért orosz annát fenyegeti veréssel egyébként? a posztjaiban. Miért nem Magyar Pétert fenyegette meg 6-8-10 évvel ezelőtt, hogyha így bánik a feleségével, őt fogja megverni. Akkor miért Orosz Annának akar lekeverni egy pofont? Miért nem Magyar Péternek? Akkor akkor Orbán Viktor miért nem foglalkozik nőügyekkel? Akkor Gulyás Gergely miért lép ki abból a szignálcsoportból, ha azt látja, hogy fenyegetik Varga Juditot, aki pártársa, minisztertársa. Gulyásról is lehet egyébként beszélni, hogy Gábor gyakorlatilag tegnap őt már múlt időbe helyezte és eltemette, majdnem úgy, mint amikor Novák Katalinnak egy zsinat posztolt. Egyébként zárójel Gulyás Gergely is egy tegnap áldozatként volt bemutatva Varga Judittal, de ott azért a kapcsolati erőszaknak a a leírása kevésbé is timmel. Tehát az, ugye az, ezt föl lehet fogni úgy is, hogy empatizált Gulyás Gergelyel, de úgy is, hogy azt állította, és nyilván erre utalt török Gábor is azzal, hogy Gulyás Gergelynek vége, hogy ennek az embernek 25 éve a legjobb, vagy egyik legjobb Igen. barátja egy narcisztikus pszichopata. Az nem biztos, hogy a magyar kancelláriát vezető miniszter esetében egy plusz pont a jelenlegi kormány számára, hogyha azt látja, hogy ilyen emberekkel veszi magát körbe. És akkor mondhatnék elrugaszkodott példákat is, hogy, hogy, hogy hát csak, hogyha, hogyha mindenki tudta, ugye? Tehát nyilván bajért túl az egyébként valószínűleg tényleg nem is ismeri tíz éve Varga Judit, hiszen tíz éve Varga Judit, Hölvényi Györgynek volt az asszisztense az Európai Parlamentben. De lehet, hogy öt éve, hat éve tudja, hogy, hogy ez egy, ez, egy, rossz házasság és egy rossz férj. Akkor senki nem gondolta azt, hogy ennek a nőnek, aki egyébként mondom, a szövetségesünk, a pártársunk, a barátunk, valamilyen módon segíteni kell. Ki fog tudni kilépni egy rossz kapcsolatból, egy rossz házasságból, egy bántalmazói viszonyból, ha nem az igazságügyi miniszter, akinek testőre van, védelme van, aki az egész áldozatvédelmet igazságügyminiszterként reprezentálja, irányítja. Miért nem kapott ehhez segítséget? Ez, szerintem bizonyos szempontból ez még védhetetlenebb is, hogyha mindez igaz a Fideszre nézve, ami itt történt. Az nagyon érdekes volt ez a része, ugye ő maga beszélt erről, hogy az áldozatvédelemmel mennyit foglalkozott, de, de hát ha van valaki, és pont maga is egyébként, ez is érdekes volt, hogy küszködött benne az interjúban egyébként. Volt egy ilyen része, most tudom, hogy sokan csak hazugságnak, vagy csak igazságként fogják leírni ezt az interjút. Szerintem ennél bonyolultabb volt ez az interjú, mert mint a, a nem a egyik oldala, hanem a Varga Judit szereplése. Tehát az ő lelki, lelki igen, is igen, azért ott önmagában is, tehát hogy azért az, hogy miniszterként küzdök, de nem tudok, és maga elmondja, hogy egyébként nekem még jók a lehetőség, van egzisztenciám, mindig a saját egzisztenciám, stb. De mennyien vannak, akiknek nincs? Na de hát könyörgöm, ha van egy pozíció ebben az országban, amelyben biztosan ezeknek az embereknek segíteni lehet, és ezért vállaljuk a szolgálatot, amit ő sokszor hangsúlyozott, az az, hogy mi példát mutassunk azoknak, mármint akik ilyen pozícióban vannak, közhatalmat vállalnak, lásd igazságú miniszteri posztot, hogy lehet nehéz körülmények között is. Van kiút. Van kiút, igen. Még egyet távolabbra véve, mert erről viszonylag kevés szó esik, azért a Fidesz nagy története, és nem vagy most szerintem annyira nincsenek, annyira nem urai a helyzetnek, hogy még nem látják, de biztosan, mert most menniük kell ugye egyik pillanatra másikra valahogy megmenteni a helyzetet. Én azt gondolom, sokkal súlyosabbnak gondolják a helyzetet, mint én gondoltam egyébként. Az következik mindenből, amit az utóbbi hetekben csinálnak. Láthatóan képtelenek visszaverni egy napig is a tematizációt Magyar Pétertől, ez egyébként valóban új jelenség. Már a saját sajtójuk is ezzel a sztorival van ter. Most is, még amikor vádolni kell, akkor is a címlapon őt kell vádolni, tehát levették, levettek a napirendről minden más. Tehát, hogy a magyar Péter levette a napirendről a, nem tudom, dollár baloldal botrányát, vagy nem tudom, mi el volt tervezve erre az időszak, nem tudom, mi volt eltervezve, de, de ezeket az ügyeket. Egyrészt. Másrészt olyan atipikus helyzeteket vállalnak, amiket korábban nem. Ilyen nincs valóban, hogy frizbőbe megy a miniszter két órára magánéletéről beszélni. Ez nem Egy mondatot mondok, ezt aztán folytatod. Ugye hatodik hete nincs kormányinfo, aminek Igen. persze ugye Gulyás Gergely műtétje elvileg hivatalosan az oka de hát azóta nincs kormányzati megszólás önálló. Tehát, hogy jól van, nincs szó azóta a szuverenitásról, a el, Brüsszel Brüsszeltől támadásokról és a viszontámadásokról, mert hogy nincs egyébként ember, akit ki lehet oda állítani. Hát nyilván meg lehet -e tartani Gulyás Gergely nélkül a kormányinfót, mint ahogy tartotta Lázár János egyébként évekig, hanem hogy valószínűleg a helyzet sem olyan, hogy... De a... hát oda a kérdések egyébként, amikor lehet kérdezni, az a, a nem az sajtóból folyamatosan erről, szólna, és akkor kész. Voltak már azért, azt ne tegyünk úgy, szerintem az ügy nem annyira atipikus, tehát volt már olyan, hogy nagyon kellemetlen ügyekben megtartották. Lázár János, Gulyás Gergél is képes, Orbán Viktor is képes kontrollálni egy két órás sajtótájékoztatót, nem bukna bele a kormány, a kormány infót tartanának. Ez a, e, szerintem ez a része, amit a Dani mondta, hogy egyszerűen valójában most nincs. Tehát az eleje sincs meg, mert a, a, az egyik fele. Tehát, hogy, mm. hogy egyszerűen a nevetségeség határa lenne, ha most arról beszélne valaki, hogy hogyan kell megvédeni a nem tudom, éppen a DK-tól a, a budapesti nem tudom mit. Tehát, hogy egyszerűen minden semmibe vezetne, és káosz van. És ugye egy van, amit nem szeretnek a káoszt, mert a káosz rizikó. Nem tudjuk mekkora. Nem tudod, mi az. Lehet, hogy pont megint szerintem a lehetőség struktúra nagyon széles. A márkizajtöréstől a nagyon nagy párt vagy középpárt fölépítéséig szerintem bármi nyitva van jelenleg még 80 nap a De az, hogy 80 nappal, vagy 70, nem tudom mennyi most éppen x, bő két hónappal a választás előtt, a Fidesz ilyen mértékben ne legyen ura a helyzetnek, ilyen mértékben ne tudjon koncentrálni saját kampányára, az mindenképpen atipikus, és szóval azt Valójában egyikünk se tudja előrevetíteni, most ebben a műsorban nyilván mondunk valamit, amit ma látunk. De ha 24 óra múlva vennénk fel ezt a műsort, valószínűleg, nem valószínűleg, de hogy, a elképzelhető, már megint más szempontok jönnének be. Mert egyszer, Tegnap volna föl tök más. Tök más, mert semmit nem látsz előre. És amit én most csak nagyba akarok említeni, az nagyon érdekes hogy a Fidesznek a leginkább működő pozitív politikája a családpolitika. Már most ennek a családpolitikának a kampány tavaszán nézzük meg a történetét. Kegyelmi ügy. Tehát kiengednek egy pedofil ügyben elítért embert úgy, hogy abba belebukik a saját köztársaságelnökük és igazságügyminiszterük. Akkor egyébként az áldozatok védelme vagy bocsánatkérés az nem volt ilyen egyértelmű ezekben a Hát például a, a nyilvánosságban. Nem kért bocsánatot, ugye? Novák Katalin kért, Vargödit nem kért. Ebben a nyilvánosságban ez kisebb súlyjal esett latba, mint ebben az esetben. A kettős mércelen okkal harcolók azok ö, ilyenkor, azt hiszem, hogy érdemes ezt is átgondolniuk. Ö, megyünk tovább, akkor előjön, a, amit a Dani most elsorolt, tehát hogy olyan párkapcsolati, magánéleti bántalmazásokról szóló beszédek a Fidesz világból. Tegyük fel, hogy minden igaz, ahogy Varga Judit mondja. Akkor az a kérdés, amit Dani mond, hogy a családpolitika szívében hogyan fordulhat ez elő? Egyrészt, igen, és mindezek. Mi történik a gyerekekkel most, amikor beküldjük a frizbibe, vagy bemegy, teljesen mindegy, hogy én nem tudom elképzelni, hogy teljesen független lenne ezt a részét, biztosan nem elképzelni a, a, a hatalomgyár működésétől ez a, ez a megjelenés. Az a három gyerek az itt mekkora prioritást élvez ebben a történetben, vajon? Ez egy másik. És menjünk tovább, akkor visszafele. Ez egy, elég, ugye... elég, ez egy elég hangsúlyos pont egyébként. A... És azt hallják az apjukról, hogy. Ugye azt a, a kétszer is mondta, hogy hát ez személyiségei ez sért, és ezért óvatosan, de hát a legmagasabb fokú segítséget vette igénybe, tehát pszichiáterhez járt. Előkerült azért Xanax, megrendezett öngyilkossági kísérlet. Igen, valószínűleg a gyerekek ennek se örülnek sokkal jobban, mint annak, hogy kiderül egy hangfelvétel Rogán Antal szerepéről a wöller ügyben. És akkor, ha megyünk visszafele, mert ugye, ahogy a nagy történet hogy sérül lépésről lépésre, azért a Fidesz történetben, ha megnézzük, hogy hányszor, ugye bizonyos értelemben a, a bizonyos szálai, amik szerintem, mondom még egyszer, korlátozottan tartoznak a közéletre, de hát nem is én közéletesítettem, hanem a Fidesz. Tehát, hogy, hogyha ezeket így összeadjuk, akkor valójában az a nagy probléma... Ez Akár az a vakkomondor így A vakkomondor. És ez az nagy történet, a, nem gondolom, hogy összeáll, ez úgy van, hogy így akkor egyszerre összeáll választók főjébe. Nem ez a folyamat. A folyamat az, ami a Fidesz rendszernek a legnagyobb kihívása szerintem az, hogy van egy érzet, ami ennek a hazugságának, mm. hogy azt valakinél az egyik oldalon a Fidesz szózóknak megjelenik úgy, szerintem sokaknál, mint bizonyos szükségszerűség ahhoz, hogy az ország a jó irányba menjen, ezért kénytelenek vagyunk egyszerűen kommunikálni. Ez az egyszerű leírata ennek a helyzetnek. A túloldalon, tehát a szélsőségesebb ellenzéki szavazóknál nyilván minden hazugság, ami valaha kiesik a szájukon, mindent hazudnak, minden uh, hamisít van. És e széles skálán van egy nagy hazugság skál, amiben mindenkinek van valamilyen érzete, hogy erkölcstelen bizonyos pontokon, hogy nem mond igazat, stb. stb. És akkor ennek a, az egésznek, az érzetnek van egy hirtelen fölerősítője, Magyar Péter, aki lényegében ezt fogalmazza meg. Tehát lényegében szerintem a sikernek egy másik fontos faktora, hogy valójában az ellenzéki szavazók, választók, vagy az ellenzék által elérhető, vagy az Orbán kormány elégedetlen választók fejében van egy érzet erről a, erről a finom, hol, finom, hol radikális érzet, hogy ez hazug valamilyen erkölcstelen, ilyen, ilyen, maguknak dolgozó keret, és ezt mondom, a Fidesz azok megmagyarázzák, hogy de cserébe nincs migráció, nincs háború, nincs gender, bármit jelentsen is ez. A túloldalon meg nem magyarázzák meg munknak, de az egészben szerintem van egy olyan elrejtett atombombázunk akkor tovább, atombomba, ami az egy ilyen típusú rendszereknek a, a Egyszer adja a stabilitását és a sérülékenységet, mert amennyire stabilnak látszik, ugye olyan gyors is tud lenni az erodálása, ha, ha megtalálják ezeket a pontokat, ahol halálcsillagon, amikor a Luke Skywalker hát, be, berepült, és azon az egy pici is. A hát pirhajónyi nyíláson behatolt a halálcsillag. Ugye követében. ezek az autokráciák, ezek politikai dzsengák azért összességében. Tehát ugye megy az idő, húzzák ki a kis fadarabokat benne, és valójában ki tudja megmondani, hogy az msznp nél mi volt az utolsó ilyen fadarab, aminél éppen elkezdődött és nem is olyan pici szerintem bizonyos szempontból, arról nem is beszéltünk, nem is leszünk abból a szempontból könnyű helyzetben, hogy a műsor felvétele után, de lejátszása előtt történik az, hogy az ügyesség például a sajtótájékoztató reagál. Hát hány olyan ügyre emlékeztek, amit az ügyesség kénytelen volt két napon belül egy sajtótájékoztatón elmagyarázni, hogy mi is történik. Tehát, hogy a napi renduralása, meg a kezdeményezés visszavétele olyan szinten nem sikerül. Szóval azért Hadházi Ákostól, Juhász Péterig elég sokan, elég sok mindent állítottak ebben az országban. Nem láttuk, nyilván nem volt Péter fogja ezt tartani, hanem a központi nyomozó főügyességen valaki, hogy kénytelen elmagyarázni vagy reagálni. Ez még egy szerintem nagyon súlyos kérdést kinyit, Magyarország évek óta egy jogállamisági eljárás alatt van, ahol a pénzeknek egy nagyon kis részét is épp hogy föloldották. Ehhez van egy ilyen szellemes módon integritás hatóságnak nevezett ö, intézmény milyen integritása van Magyarországon az ügyészségnek, hogyha igaz az, amit a hivatalban lévő igazságügyminiszter állít. Tehát ez szerintem ez ki fogja nyitni az uniós pénzeknek a kérdését, hogy a magyar jogállam egyébként olyan állapotban van-e, hogy miniszterek nyúlkálnak bele vádiratokba, hogy ez ki lesz -e megfelelően vizsgálva. Tehát, hogy a dzsengának olyan elemei is vannak, hogy miközben persze most szappanopera van, de, de vannak tartalmi részei is, amik meg egyébként szintén fenyegetik a, a rendszert. És csak egy zárójel, a Magyar Péternek egyébként ehhez, mondom még egyszer, a megítélésétől függetlenül leíró értelemben ezt én, hogy nem tudom, hogy ösztönös, de ezt nagyon okosan csinálja, mondom, politikai léró értelemben az eszközhasználatot. Tehát az, ahogy ráteszi a nyomást az ügyészségre, az valójában olyasmi, amit tíz éve szerintem egészen nyilvánvaló eszköz lehetne az ellenzék, és nem csinálták. Tehát, hogy magyarul nekem ez egy állandó beakadásom volt, nagyon hosszú ideig a nem működés, hogy Magyarországon úgy lehettek ezeken az állami intézményeknél, Propaganda bizonyos pontjain olyan meghatároz az emberek, hogy a nevüket nem tudja senki, tehát nem volt nyomás rajtuk soha, mert mi történt? Kiálltak sajtótájékoztatót tartani a politikusok, eddig és ne tovább, és uh, a, meghúzzuk a vörös vonalat, és, uh, és mennek tovább. Ugye a magyar. Igen, de azért ehhez a fegyverhez kell ez a hangfelvétel, aminek mondom, az erkölcs hálairól bőven lehet vitatkozni, hogy helyese, de ilyen hangfelvételt, hogy Varga Judit ezt mondja azért sokan nem tudtak készíteni az ellenzékből. Az egész magyar jelenségnek részben ez a magyarázata. Ugye, hogy ő ha csak a feleségén és futballista feleségként, de tényleg közel volt a tűzhöz. Igen, nyilván ez hozzátartozik abszolút, és ez, ez, meg így is van, ezt mondom, pont pár műsor előbb mondtam, hogy, hogy a, a Filipov Gábor beszélt nekünk egy interjúban hogy, hogy, ez egyébként azért az, erős mintázat, hogy a uralkodó elitekből kiváló új elitek azok, amelyek, amelyek sok esetben nagyon erősen hozzájárulnak ezeknek a rendszereknek a megroppanáshoz. Mondom, én itt nem tudom, mert itt szerintem a lehetőség nagyon széles, tehát a, azért a márki, amikor a rendszer a Márki Zaj Pétert Re is kockázatként tekintett, bárki bármit mond az első napon az előválasztás időszakában hmm. nem volt kontroll alatt a helyzet számukra. Aztán elkezdték nagyjából olyan erővel, és nagyjából olyan logikával, mint amit most látunk egyébként, ha visszanézzük egy média keretében nagyon hasonló ö, logikákat és, ö, ö, és megoldásokat látunk, és látszott, hogy Zaj nem bírta el ezt a nyomást, hozzátartozik, hogy magyar eddig tudatosan kivonja magát a konkrét pártokkal való, mert a márkizajnak ugye két fele ment a figyelme, egyrészt a. Egy, tehát három dolog. Egyrészt szerintem a magyar tehetségesebb ebben. Tehát az világos, hogy, hogy sokkal fegyelmezettebb. Plusz azért nehezebb megközelíteni. Tehát az az igazság, hogy ő annyi időt töltött a Fidesz elitben, hogy oda mennek a közelébe kérdezgetni, hát az ő válasza is veszélyes. Tehát ha valaki oda megy, megkérdezi valamit, hát nem tudja, hogy mit fog válaszolni. Mert az a válasz vonatkozhat a kérdezőre, vonatkozhat a arra, aki ide küldte, vonatkozhat a, és nem tudják, mi az. Tehát ez a kiszámíthatatlanság szerintem sokkal nagyobb rizikót épít a, a magyarral kapcsolatos ilyen Meg bocsú, meg a magyarban benne van az, hogy engem le lehet lőni. Tehát nem tudom, mi van az ő fejében, nyilván folyamatosan változik a, a lehetséges forgatókönyv, de már benne van az, hogy én vagyok a partizán, megyek előre és lövök, és ki is mondja, hogy én, én belehalok ebbe politikai értelemben, akkor nincsen semmi. A Márki Zajnál az volt, hogy ő akar lenni az ország miniszterelnöke. Ott azért más, más volt a tét. Igen, most már ugye, és a politikai nagyobb képre is akkor szerintem a... De három, e, három tényezőt... De már elfelejtettem a másik kettőt. Belepofáztam, bocsánat. De, 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 de most lesz másik kettő. <laughs> a, a, szóval, hogy a, most már bejelentette a pártot, szerintem innentől azért, vagy a EP indulás, indulás lehetősége... Hát azt, azt gyakorlatilag tényként, vagy hát... Tényként mondta. Onnantól szem nagyon, nagyon, megint egy nagyon érdekes, most nehezen megjósolható verseny kezdődik, ugyanis azt továbbra is tartom, az ellenzéknek van jelenleg az elsődleges kockázata benne. A Fidesznek hatalmas, mert ők hatalmon vannak, és nekik nagyon sok fajta olyan kockázat jár ilyenkor a fejükbe, ami tehát számukra a Fidesznek elképzelhetetlen a rendszer megroppanása minden szereplő számára. Hiszen rengeteg a kockázatuk rajta. Vagyoni, bizonyos embereknek büntetőjogi, sorolhatnánk. Tehát emiatt nekik a legkisebb is kockázat sokkal nagyobbnak tűnik, mint amit bármelyikünknek, mert nekik sokkal nagyobb tét van rajta. Tehát ebből a szempontból ott az idegesség szerintem az egy nagyon jól érezhető, magyar kiszámíthatatlan, és olyan rizikó, amivel nem találkoztak nekik. Az a kényelmes, jön egy politikus az ellenzékből, mindegy ki az, Két hónapon belül összefog Gyurcsány Ferenccel, ezek után Gyurcsány embereként, vagy bohócaként, vagy tök mindegy, hogyan lehet ábrázolni Óriás plakátokon és végig mennek az úton egyenesen, megvan a két tömb, és nagyobbak lesznek viszont hallásra. Ezt ebben a helyzetben nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen megcsinálni, mert hát egyelőre azért Magyar Péter Gyurcsány Ferenccel összerakni egy plakátra, az, az inkább a nevetségesség látszatát kell tenni, ugyanis ő Orbán Viktorral könnyű összerakni egy plakátra. Vagy, hát több közös vagy... képe van igen, Orbán igen. <laughs> Tehát ez egy, ez egy, nagy nehézség benne. És innentől viszont azért, ha ez a párt van, és EP választás van, akkor most arról beszélünk, hogy a Fidesznek milyen tematizációs problémái vannak, de hát képzeljük el, az ellenzéknek milyen tematizációs problémái vannak. nem léteznek jelenleg. Tehát ez nem létezik az ellenzék jelenleg a nyilvánosságban. Lényegében, amikor az ember kapja a sajtóközleményeket, megkökkentő, hogy ezek vannak, mármint hogy még elkészülnek, mert valójában az égvilágon senki nem érdekel, a, akármikor ezt látjuk az olvasottságban mindenhol. Tehát, tehát és ebből a szempontból azért a momentum, egyébként bizonyos értelemben a kutya, ott is azt gondolom, hogy vannak benne szavazói körök, amelyeket elérhet lepöröghet bármelyik pártról, megölheti a most próbálkozó kisebb pártokat, tehát egy olyan, olyan, olyan teret nyit ki, amiben, amiben azért az elsődleges körben szerintem az ellenzék ki letisztítása, mint, mint régi, régi, ilyen mondás, az megvalósulhat azzal, hogy az azért még nem tudjuk, hogy Magyar Péter 15, 18, 21 százalékot jelent, vagy, vagy négyet, három. vagy ötöt, vagy hármat. Tehát ez egy, és ez egy rettenetesen... Jó, de ez most abban a szempontból szerencsés helyzet, ez elég hamar ki Ez jörülni. igen, ez, tehát ez érdeknék, előfordulhatna az is, hogy két évig most nincs választás. Az ugye, ha ez júliusban derül ki, vagy szeptemberbe, akkor 26 tavaszáig nem tudnánk meg semmit. Ez most nagyon hamar ki fog jönni. tehát igen. ez szerintem ez mindenki számára kedvező. A, már az eredménytől függően nyilván. Az eredmény alakulásra lehet, hogy nem mindenkinek közkedve. De az hogy az most de. hol tartunk arról, Bita nyilván be tud számolni, hiszen maga szerkesztette papatila kollégánknak az EP választás kettős pont, a Fidesznek két mandátumába került a kegyelmi ügy, akár félmilliónál is több ellenzéki voks mehet a kukába. Ma reggel került ki hat előtt pár perccel a csütörtökön az oldalunkra. Igen, és hát ugye a szegény Attila három-négy verziót írt a cikkből, mert nagyjából mire még, a, elkészült? mire a kegyel, még a kegyelmi ügy előtt. Ugye az volt a kiinduló pontja ennek a cikknek, hogy rengeteg ellenzéki szavazat fog elveszni. Ezt most nem részletezem, mert szerintem ötször beszéltünk már erről ebben a műsorban, hogy ha 11 párt indul, és azok közül 2, 3, -at, 4, -at, 4 százalékra mérnek, akkor az 12 százalék. Kétszer annyit tud elveszni, mint a legutóbbi elveszett szavazat. Hát. Aztán ugye az egész cikket újra kellett írni, amiatt, hogy történt a kegyelmi ügy, és a Fidesz népszerűségében, ugye egyes közvéleménykutatók szerint negyedmillió, mások szerint félmillió szavazó esett ki, és még mindig csak március elején közepén járunk, tehát lényegében a, 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 hát a magyar fölbukkanása után, de még az egésznek az elmérgesedése előtti helyzetképzárója. Teljesen egyetértek a Péterrel abban, hogy ez alapvetően a, a Momentumra és a kutyapátra lesz a legnagyobb veszély az ellenzéki oldalon, de az előző egy hónapnak ők voltak a nagy nyertesei, ugye ebből a cikkből ki is derül, hogy ők ketten erősödtek a kegyelmi ügyben, a DK még gyengült is egy picit, és ők ketten szereztek plusz egy-egy mandátumot, ami a Momentumnál nem akkora nagy siker, hiszen két mandátumra mentek vissza, ahol 2019-ben álltak, a kutyapár nyilván egy ilyen áttörési helyzetben látszott lenni március elején. És innentől kezdve nyilván ezt a cikket meg kell majd írni egy hónap múlva is, amikor Magyar Péter pártját is fogják majd tudni mérni, és meg fogjuk látni, hogy mi történik. De igen, szerintem mind a két ága érdekes. Érdekes az is, hogy a Fidesz Jelentős veszteségeket szenvedett el már a kegyelmi ügy miatt rögtön az első pillanatban. el a, ugye mondjuk, hogy milyen tabukat dönt meg a Fidesz. Hát például azt a tegnapi interjúban megint axiomaként volt kezelve, hogy állami állásokat, 3-4-5 millió forintos fizetéseket úgy lehet szóval. megszerezni, hogy te ugye hülye vagy megszihapata, de már hogy tehetségtelen, meg lusta, meg nem tette bele a munkát. De azért kineveztük a Diákhitel Központ élére, ami egy bank, ahol egyébként ez a pszichopata, a valgeli leírása szerint több száz embernek a főnöke volt. Vajon főnökként ő egyébként alkalmasabb volt, -e, mint férként, szeretett teljesen, empatikusan bánta a beosztottaival, vagy azok az emberek, akik Magyar Péter alatt dolgoztak egy állami cégnél, azok ott dögöljenek meg, ahol vannak, mert egyébként neki jár ez az állás, hiszen mégiscsak Varga Judit férjéről van szó, szóval ez megint mit mond el a Fidesz rendszerről, hogy tényként, megkérdőjelezhetetlen dologként van előadva az, hogy neki ezek az állások azért kellettek, vagy azért jártak, mert én kiártam nekik, mert az én férjem volt. És ez, ez egy normális dolognak van beállítva szerintem ez se annyira hangzik jól a, 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 Fidesz önképében, vagy a Fidesz rendszerének a leírásában. És igen, másfelől pedig az ellenzéknek, meg, meg pont azt gondolom, mint a Péter, és akkor az nem is ragozom hosszan, nem, nem, is látszanak, nincsenek is, és egyik szereplő sincs. Tehát a, a, a kutyapárthoz is láthatóan már csak a, a ez az általános politika elemesség vitte a, a szavazókat, és nem az, hogy bármit mondtak volna ők a kegyelmi ügyben, vagy lett volna egy emlékezetes mondatuk, akciójuk, a, hanem, a, hanem, ez a kiábrándultság, ez az establishment ellenesség, és ugye ennek a szavazói létegnek nyilván a Magyar Péter valamilyen módon lehet a megszólítója volt még egy cikkünk a héten a, a, a Kovács Barnától, aki egy republikonos konferencián ült végig, ahol a, az ellenzéknek a hát így a kampányhoz értő emberei voltak, ugye Molnár Zsolt, Bedő Dávid, ö... Arató. Arató Gergely. Barogás. Hát igen, <laughs> Kanász Nagy Máté. Minden pártól ült a Jobbiknak a, talán meg az elnöke volt ott, és azért ők is a, az első felében a panelbeszélgetésnek alapvetően arra panaszkodtak, hogy Magyar Péter elvitte előttük a sót. Van egy-két egykét egy egész szórakoztató, meg szellemes mondat benne a, egyébként még a Jobbik elnökétől, aki azt mondja, hogy a Magyar Péter körüli hangulatra, hogy tudom, hogy ő a messias, én is hittem már néhánynak, de hogy alapvetően az egésznek ez a, ez a Brian érte, az egésznek ez a, a, a légköre kicsit, hogy ők, ők pedig panaszkodnak, hogy, 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 nem látszanak, hogy elviszik előlük a, a témákat, ami hát ugye, hogy mondjam, az áldozat szerepít, most az áldozatot a elszenvedői szerep, az nem egy hálás dolga politikában, és nem is egy jól kifizetődő dolog, hogy mi is itt vagyunk, de sajnos nem látszunk a Magyar Péter árnyékában. Igen, és ez nagyon érdekes helyzetet teremnek. nekik szerintem tényleg, mert azért az az infrastruktúra, amin ez működik, ez erre van építve, és nekik is káosz van, és nekik is atipikus helyzet van, és látható, nekik még erőforrásuk sincs, hogy kitaláljanak valamit, tehát, hogy nekik még nehezebb szerintem ilyen szempontból, és egy kicsit azt is gondolom, hogy nem fog más történni, plusz a saját közönségüknek, ők nem, tehát mi a logika ilyenkor? Van egy új a piacon, nekem meg kell előznöm őt távol tartalom, hiteltelenítenem, bármit tennem. Ugye gondoljunk bele, hogy egymást milyen apróságokért, vagy milyen dolgokért szokták támadni a hétköznapokban. Ugye magyarhoz nem tudnak hozzáférni jelenleg, mert kockáztatnák a saját szavazótáboruk megmaradt részének lojalitását, tehát ergo be vannak téve egy ilyen csapdába, ő magyarral semmit nem tud csinálni, ha a Fideszhez mond bármit, az világon senkit nem érdekel, tehát kicsit azt gondolom, hogy nekik most egy 80 napos téli álom következik, vagy tavaszi állom. Aztán majd megláthatják, hogy túlélték, vagy nem. Van, aki fölötte lesz a csíknak, van, aki alatta lesz a csíknak, de, de ha ez a dinamikája a... Küszöbnek. Ja, küszöbnek, <laughs> bocsánat. <laughs> Voltak. Milyen csíkokról van itt szó. Szóval. Ja, küszöbnek, igen, ez a szó, ez nem, nem jutott eszembe. Ja, most már értem az asszociáciát. Asszociát... Na mindegy, szóval ezt a... Mire gondoltad? itt az asztal külül három keményen drogellenes ember ült. azért jegyezzük meg, miért bárki itt a csík fölötti mosolygásunkat. Az és technikus rendeni. kollégánkat sem vádod el <laughs> és Akkor négyen vagyunk itt, akik maximálisan ételjük a, az alkoholon túli drogokat, igen. Azt azért nem. Igen. A... az alkoholt nem. A, a túliakat, a... igen, igen, igen. Ö... tehát, hogy a, a... És ebben a helyzetben szerintem az, az egy nagyon érdekes politikai frusztráció, ha belegondolunk, hogy ott állsz, vagy ülsz, vagy nézel, és az égvilágon sem nem tudsz tenni. Tehát én konkrétan azt gondolom, hogy nincs mit tenniük. Ami egy bizonyos értelemben politikában folytogató, Persze erre szokták mondani, hogy a politika mindig küzdeni kell. Tehát, hogy sosincs, mivel sosincs vége, ezért utolsó pillanatig küzdeni kell. Csak itt nem látom az eszközt, tehát, hogy mivel tudnak kardozni. É, és bizonyos szempontból meg lehet, hogy nem is. Ha már Brian élt, akkor gyalogolapot is be lehetne. Igen, a, igen. A, a fekete lovag, aki csekéssel áll. Hát és ők most, egy, döntetlen ők, ők most kiegyeznének egy döntetlenbe, de szerintem az, az egyébként bizonyos szempontból meg lehet, hogy nem is rossz dolog, hogyha várnak. Tehát én legkevésbé vagy igen, le, leginkább ö, bizonytalan leginkább vagyok, hogy Magyar Péter szavazható alternatívá válik-e ebben igen. a harcban. Uh, és azt akkor elmondtam megint csak a partizánba. És... Mert ha egyébként nem válik az, hanem, hanem szétlövik morális alapon, akkor a végén mégiscsak az a, az a rendszer lebontásának így, a, a, így, így, így. az első pozadék az, 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 övék lesz. Tehát ha belegondoltok azért... Vagy valaki, akit még nem ismerünk. A, ott a Juhász Péter példát mondtam, aki lényegesen nagyobb tüntetéseket szervezett, mint Magyar Péter százezres tömeg megelőtt, és nem tudott egy, egy százalékos pártot sem vagy bejutni a parlamentbe egy pártot, meg az egy százalékot sem értékel, miközben nagyon komoly tábora volt, nézői tábora, megosztásai, de hát talán még közelebbi és jobb példa Jakab Péter, akinek bőven milliós megtekintésű videói vannak azzal kapcsolatban, hogy rángatja a száraz tésztát, meg a zsákromplit, meg hadonászik egy ilyen bőrjakóba a miniszterelnöknek, és mindenki azt gondolta, hogy na, akkor itt az új ellenzéki kemény gyerek, és még az ellenzéki előválasztáson is lebőgött. Tehát, hogy a ha vannak rombolók, meg építők, és hogyha Magyar Péter a romboló szerepbe kerep, és, sok, és sokat fog rombolni a Fideszen, de ezért elképesztő sebeket fog elszenvedni, hiszen olyan személyiségnek állítják be okkal vagy ok nélkül, ami ennek, abból nem feltétlenül az következik, hogy te egyébként rá akarod bízni az országot. Most ugye az EP választásnak nem is ez a tétje, tehát ez neki lehet még egy jó pillanat, de hogy ha az lesz a kérdés, hogy, hogy ő egyébként kellően stabil, kiszámítható személyisége, kellő nyugalomban ebben a biztonságot ad -e, az nem biztos azért, hogy feltétlenül az ő párt politikai sikereinek meg fog, föl fog, kedvezni. Igen, az nagyon érdekes, politikai személyiségekről sokszor szoktunk beszélni, ugye a, van a integrátor, tehát Lásd Orbán Viktor, aki a leg, tehát olyan ellentéteket képes maga mellett gyűjteni és valamilyen egyensúlyban tartani a saját személyes karizmájával, hatalomtechnikájával, politikai egységével, ami, ami egyébként elképzelhetetlen. Tehát a Fidesz két szíle között akkor a távolság, hogy a Földet meg lehetne kerülni valószínűleg ez alatt. Nézzük meg a túloldalon, van egy csomó olyan politikus, aki dezintegrál, tehát például Karácsony egy másik például nem dezintegrál feltétlenül, de bár ő is, tehát a saját pártjai azért alatta vagy megszűnnek, vagy kisebbek lesznek. Igen, de szerintem értelme, ő pont integrál. Ő választót integrál, bocsánat, ő választó tehát választó Én szerintem a szavazóinak nem lesz nagy meghasonlás Karácsony Gergelyre nem, a főpolgármester választás. De a Karácsony nem szervezetet integrál, tehát ő, aztán nem, fog, aztán népe, aztán ő nem fog, néppártot építeni, de nagyon alkalmas arra, sőt, én már mondtam egyszer, és azt továbbra is hiszem, Karácsonynak valójában sokkal kényelmesebb lenne egy kutyapárti koalíció. Tehát valójában szerintem sokkal, ugye karácsonynak a legjobb képessége az, hogy megteremti azokat a konszenzusokat a politikusok között, úgyhogy neki mögötte nem kell a saját pártjával foglalkozni, mert az nincs vagy pici, éppen ezért neki ezek között az erőviszonyok között kell kialakítani maga mögött a többséget, hiszen ez a legjobb képessége. És vannak még harmadik típusú politikusok, akik valójában se választót, se pártot nem integrálnak, hanem egy politikai narcizmus vezeti őket a pártalapításhoz. Ezt láttuk 35 darab politikusnál, aki nem értett egyet, a pártja valami, alapított egy pártot, szavazója nem volt, mentünk tovább. És ez egy nagyon érdekes kör, hogy ki hova tartozik, és a, a Magyar Péter jelenségből, amit egyelőre én a legnehezebben tudok elképzelni, az, hogy ő pártot integráljon, vagy szervezetet. Hát eleve magamit... nem el második embert mögötte. Ugye nagyjermit látjuk néha mellette, de még ő sem szólalt, meg csak elszavart a, a nemzeti dolat. A bizalom kérdésében nem nagyon látom ő, ő, őt egyelőre, mert láthatóan nagyon, nagyon tart szinte mindentől, ami közel megy hozzá. Tehát, hogy ebben az értelemben valóban ez egy nagyon jó kérdés, amit Dani felvetett szerintem, hogy, hogy hosszú, távon, hosszú távon hova fut ez ki, mert a, viszont ami hasznot biztos a hajt mindenkinek, aki a fidesz szemben határozza meg magát a politikai térben, a mobilizált ebbe biztos vagyok. Tehát magyarul olyan embereket is újra politikai érdeklődővé tett, akik korábban nem érdeklődtek a politikorán, kénytelenek, mert frisbit néznek, most leegyszerűsítve. Tehát magyarul olyan helyekre ment be a politika, ahol egyébként nem volt ilyen súlya bent a politika. Kettő, a Fidesznek biztos, hogy sok sérülést okozott. Ha csak a sérülés, tehát tegyük föl, hogy tényleg nem málik le nagyon sok közte, de hát a Gulyás Gergely pozíciója biztos, hogy nagyon más szintén, tehát kiixelt egy embert. A Rogán neve az nem tudom, volt utoljára ennyit a nyilvánosságban ügyészség sajtótájékoztató sorolhat tehát a rendszer csomó atipikus helyzetbe komfortzónán kívülre kényszerítette, ez biztos, tehát ha nem magad aratja majd le a babérját, valaki másnak újra vagy eszközöket mutatott, vagy lehetőséget teremtett, és ami, és ami ide tartozik nekem ehhez az egész képhez, azt elfelejtettem. A végére, a végére nem akartam van, de, de... akkor remélem azt... a rózsaszín farokról hatunk be, akartál mondani, ezt nem felejtetted el, mert ugye erre még akkor szálljunk, három, három percet itt a műsor végén. Melyikőtől kezdik? Hát én hazabe fogok beszélni, mert ugye a Horváth Sabi kapta a Pól díjat az idén, és éppen a minap vette át Bécsben ezt az elismerést. Ezt minden Tegnap évben. Tegnap konkrétan. Tegnap, igen. Igen, most már kerülünk adásba, bocsánat, igen. 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 Tegnap vette át, szerdán vette át Bécsben, amelyet minden évben egy kiemelkedő politikai, közéleti, társadalmi szoci... oknyomozó, oknyomozó cikk nyer el, és egy nagyon illusztri zsúrivel, ugye. A Kovács, Kovács Zoltán így. és főszerkesztő, Lipovetsz volt HVG főszerkesztő, és na Endre, a főszerkesztő van benne, és Együtt majd belinkeljük a cikket is, mert amit fontosnak tartok, az a jó hír része, hogy azért esik elismerés azokra a munkákra szerintem, amik nagyon fontos dolgokat mesélnek el erről a világról, amikből érünk, és amiket kérdeztél az elején még, hogy mi szól a történelmkönyveknek. Szerintem a Magyar újságírás és pláne tényfeltár újságírás egy része valójában már a történelemkönyveknek szól, tehát a, a, kortárs nyilvánosságban inkább, mint azt hiszem, mint szórakoztatóipart fogyasztják, az emberek elolvassák a napi, napi visszaélést, vagy, vagy helytelenséget feltáró újságcikket, majd tovább scrolloznak a, a, telefonjukon, vagy a, vagy a desktopjukon. Ám az, hogy ezt a rendszernek a megértését leírását ezek az anyagok mérhetetlen módon segítik. Tehát azt, hogy hozzáférhessünk ahhoz, hogy mi volt a gazdasági működtetésének a logikája, a politikai szint és a gazdasági szint összecsúszásának a következménye, azt szerintem ezekben a cikkekben, mint amit majd itt megmutatunk, és itt tökéletes üzletről szól, és majd belinkeljük, az tökéletesen látható, hogy aki teheti, az olvass el még egyszer a, ezt az újságcikket, ha már megtette, aki pedig nem tette, az pedig olvass el először, aztán pedig regisztráljon is a 24.hu-ra én pedig, mert emlékszem arra, hogy abban maradtunk, hogy 9 óra 26-ig maradunk itt, és az a mutató már elpörgött. azért mondjam. Nem, 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 elpasztalom, és amúgy is még csak a hét közepén van, tehát még biztos rengeteg jó dolog fog történni a héten, úgyhogy. Én még nem pasztolom el, mert hogy nekem körökkoromban a Dead Kennedy az egy túlzúzó zenekar volt. Zigzig putnyikon én túl nem jutottam annak idején, meg inkább a Csátamás, meg a a környékén horgonyoztam le. Pánkig nem jutott el akkor. Hát ez az XG Sputnikban azért volt, volt, de most Seres László kollégánknak ugye narancsos volt amikor most pedig az individualista blogot nehéz szó csinálja. Neki egy nagy találata, hogy egy régi Dead Kennedys 87-es talán lemezhez kapcsolódó plakát az újraértelmezését látta fel. Hát loptak el, Igen, látta felfedezni ebben a ebben a ellen összefirkált Fekete Győr Gyurcsány karácsony Márki zajos plakátban, és látva a, az ő találkozó... És ugye ő most a Seres írta a zenekar frontemberének, egy, egy baromi jó levelet kapott válaszul, amiben arra kérte őt, hogy a zenekar vezetője azt mondta, hogy ők semmiért nem járultak hozzá, és felszólította a Serest arra, hogy lesz szíves utána járni ennek az egésznek, és kapjanak a pofájukra, akik ellopták az ő. Volt egy kis Orbán is benne, ugye? Ja, és akkor ráadásul Orbán Már is. Tudták, hogy miről van szó, meg nem, nem melyik. Diktátornak, vagy hát, nem hát, is tudom pontosan. Valamilyen, igen, a diktatúra szótelepenszerű. Hotel fasista Fotelfasiszta. Azért az, az még jobb is, mint a diktátor. Na szóval, és akkor ehhez képest, meg még, még valaki még belehallgat még a szövegébe is, azért ott, is vannak nagyon fincsi dolgok, amik a rózsaszín faroknak a, rózsaszí rózsaszín részét nem emelem emel az utóbbi részére utalnak, hogy kinek mekkora, és akkor itt az ember akár ilyen politikusi motivációkat is, miért legyek én politikus, felfedezhet ebben az egészben, de ezzel már túl mélyre mennék ahhoz, hogy. Áldott húsvétot kívánok. Hogy, hogy áldott húsvétot aki inkább ugye, ha már Dan idézte itt, vagy szóba került a Brian élet, akkor mondjuk azt, hogy nézem mindenki az élet napos oldalát, hallgassa a harmadot, írja meg a kérdését a háromharmad kuk kukac hú címre, és akkor locsolkodjon valamit, adja mindenkinek puszit. Sziasztok! Iratkozzatok fel a 24.hu YouTube csatornájára, ha még nem tettétek volna meg, ahol minden pénteken megtaláljátok a háromharmad legfrissebb epizódját, ahogy egyébként a népszerű podcast platformokon is, hogyha vezetés vagy éppen kocogás közben szeretnétek minket hallgatni, és a ha lehető legkevésbé szeretnétek ilyen ingeket látni.